Jól szerepeltek a József Attila általános iskola diákjai az intézmény téli teremlabdarúgó tornáján. A Mikulás kupán 8 és 12 év közötti fiúk és lányok rúgták a bőrt két napon keresztül. A dombóvári általános iskolák mellett kaposvári, mágocsi és vásárosdombói csapatok is pályára léptek. A 2002 és 2003-ban vagy később született lányok közül a házigazda József Attila általános iskola csapata bizonyult a legjobbnak. A csapat egyik tagját, Németh Dórát választották a legjobb mezőnyjátékosnak. Az első osztályos fiúknál a Szentorsolya rendi Gárdonyi Géza katolikus iskola nem talált legyőzőre. A József Attila általános iskola csapata második lett, a bronzérmes helyet pedig a Vásárosdombói általános iskola csapata szerezte meg. A második korcsoportban nevezett 2004 és 2005-ös születésű fiúk megmérettetése is a dombóvári József Attila általános iskola csapatának diadalával zárult. Ugyancsak helyi alakulat lett a második, a Gárdonyi Géza katolikus iskola. Harmadikként pedig a Vásárosdombói csapat fejezte be a hagyományos Mikulás kupát.